törvény világos kereteket adott a jogerősség munkájához. Mi is vártuk már ezt a jogszabályt, amiből következően a megyei együttműködési megállapodást is alá kell írnunk, amire a mai napon kerítünk sort. Én abban bízok, hogy a jövőben még szorosabb lesz az együttműködés, még több közös szolgáltat fogunk tudni együtt ellátni, és hát ez a számokban, a statisztikában meg fog mutatkozni. A tavalyi év statisztikai adataihoz képest egy olyan 1500 bűncselekménnyel kevesebb történt a megyében, mint korábbi évben. Én azt gondolom, hogy ebben benne van a polgárőrség munkája, hiszen nem lehet ott mindenhol rendőr. Közel 3000-es rendőrség állománya, de még így is kevesen vagyunk. Ahhoz, hogy igazából rend legyen, kell az önök munkája, amit én nagyon köszönök, és azt kérem, hogy önök is keressék a rendőr kollégákat, ne legyenek sértődések és különböző konfliktusok, mert ezeken át kell lépni. Én szeretném kérni továbbra is, hogy folyamatosan dolgozzatok, tegyük a közért, figyeljünk oda, segítsük az embereket, védtelen idős embereket. Még mindig több a rendes, becsületes, törvénytisztelő ember, mint a csavargó, bűnöző ember. Ezért mindenki fogjon össze, és segítsünk a rendőrségnek.